Pont én készültem egy kicsit a mai adásra is, hoztam egy kis adatokat. Képzeld el, hogy 2021-ben az egy főre eső hulladék mennyisége éves szinten az nagyjából 336 kg. Most ez azért is döbbenetes, mert hogy ha saját test súlyomat nézem, akkor ez körülbelül a négyszerese. És ami még aggasztóbb az az, hogy ennek csupán 10%-a az a bio és zöld hulladék, ami lebomlik, és egyáltalán nem hagy ökológiai lábnyomot. Tényleg döbbenetes számok. És az eldobott szemét pedig óriási károkat okoz, például a műanyagok bomlása üvegházhatást okozó gázokat termel. Vendégünk a témában Ürge Forzát Ciana, CEU professzora. Jó estét kívánunk! Szervusz, köszöntünk! Szervusz, köszönöm a meghívást, köszöntöm a nézőket! Biztosan nagyon sokszor feltezik a kérdést, hogy ma 2023-ban visszafordítható-e még a globális felmelegedés, vagy csak lassítható ez a folyamat? Hát sajnos a rossz hír az, hogy vissza már nem fordítható, úgyhogy nem véletlenül mondogattuk 30 évig, hogy most lépjünk, mert aztán késő lesz. Ahhoz már késő, hogy visszafordíthassuk, de még nagyon nem mindegy, hogy összességében mondjuk másfél fokot melegszik az éghajlat az ipari forradalom előttihez képest, vagy 2, 3, 4, 5 fokot, nagyon-nagyon nagy a különbség egy másfél fokos melegedéshez, míg azért nagyjából legnagyobb mértékben tudunk alkalmazkodni, viszont egy minél magasabb lesz, annál kétségesebb, hogy vagy tudunk alkalmazkodni, vagy legalábbis, hogy a civilizáció így, ahogy ismerjük, a minden, amit szeretünk benne, az fent tud-e így maradni. Ahogy én kutakodtam a témában, azt vettem észre, hogy nagyon sok minden járul hozzá ahhoz, hogy a klímaváltozás megtörténjen. Mik azok a legégetőbb problémák, amiket mindenképpen most azonnal orvosolni kéne? Nehéz egyet mondani, hiszen úgy, ahogy van, az egész energiarendszerünket át kell alakítani. De én azt gondolom, hogy ha úgy két nagy területet kell azonosítani, amiből a legnagyobb mértékű kibocsátásaink jönnek mondjuk a világnak ezen a részén, az a hűtés-fűtés és a közlekedés. Ez a kettő. A hűtés-fűtés térén ugye nagyon fontos, hogy minél jobban megelőzzük a légkondicionálást. Most nyáron erre nagyon érdemes figyelni, hogy ne az legyen az első, amikor hőség van, hogy gyorsan lerohanunk a boltba és megvesszük az első légkondicionálót, hanem inkább olyanná tesszük a környezetünket, az otthonukat, hogy ne kelljen légkondicionálni. A közlekedéssel pedig azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy sajnos a repülést az egy ilyen nagyon luxusnak kell vennünk, ami időnként nagy ritkán egy olyan különleges ajándék, de nem szokhatunk rá, mint egy általános, mint mondjuk egy bevásárló útra történő elutazás. Akkor ilyenkor a tömegközlekedést kell inkább választanunk, és belföldi nyaralásokat? Vagy hogyan kell? Pontosan. Ezt? Például menjünk minél többet fantasztikus fesztiválokra, magyar vagy környező országoki wellnessekre, vonattal is fantasztikus. Hát én most utaztam Erdélybe magyar hálókocsival, egészen álomi volt az egész utazás, úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy igenis próbálják ki, és sokkal nagyon pozitívan fognak csalódni. Én szerintem sokan úgy vannak vele, mint én is, hogy belegondolok, hogy egyéni szinten mennyit tehetünk a változásért. És így azon bennem, hogy hát nem tudom, mennyit tesz hozzá, hogyha mondjuk kevesebb áramot használok, vagy szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Ez mennyire van így? Nagyon nehéz mindig megmondani, néha még a szakemberek is vitatkoznak esetleg, hogy most a nylon zacskó jobb-e, vagy hogyha lemvászon zsákot viszek, és így tovább. Egy-két ökölszabály van, az egyik az, hogy mindig a legjobb energia, vagy a legkörnyezetbarátabb termék, az az energia, amit sosem használtam el, és az a termék, amit sosem vásároltam újonnan meg. Tehát az energia hatékonyság és a nem fogyasztás, vagy legalábbis használtam fogyasztás, vagy újrafogyasztás az mindig a legjobb. Tehát ilyen ökölszabályok vannak, vagy hogy műanyag helyett mindig természetes anyagból vásároljunk, vagy használjunk dolgokat. Ha ezt a három ökölszabályt betartjuk, azért az már nagyon jó, általában bejön, és általában jó irányba visz. A lényeg az, hogy a lebomló anyagokat használjunk. Igen, de az sem mindegy, hogy mivé bomlik le, mert sokszor nézzük azt, hogy mennyi a lebomlási ideje, de mondjuk egy természetes, például az üvegnek nagyon hosszú a lebomlási ideje, de az egy festetlen üveg, alapvetően még ha nem bomlik le, akkor is nem egy toxikus dolog. Ha viszont hiába bomlik le nagyon gyorsan, mint például a műanyag, amiből rengeteg mikroműanyag szennyezés jön, viszont olyan mértékben mérgező az egészségünkre, hogy azt semmiképpen nem akarjuk. És ti például nem használtok a háztartásban folpakkot, alufóliát és még papírtörlőt sem. Miért?
Hát egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy nagyon jól meg lehet oldani az életet anélkül is, és több legyet a csapütünk egy csapásra, mert egyrészt azért jóval kevesebbe kerül így az egész háztartásunk, ugye 7 gyerekkel nem mindegy, másrészt pedig nem, én mindig minden alkalom, amikor kidobok valamit, akkor egy ilyen rossz érzésem van, hogy olyan, hogy már megint kellett valami. Igen, de mik azok a dolgok, amik mondjuk helyettesíthetők, olyan használati tárgyak egy háztartásban, amik helyettesíthetők olyannal, ami aztán később le tud bomlani? Én azt gondolom, hogy szinte minden, de a legfontosabb a műanyag dolgokat kiiktatni az életünkből. Igazából a papírtörlő még nem is annyira rossz, különösen, mint mondjuk akármilyen műanyag, vagy akár alufólia alternatíva. De például most Ausztriában voltak a gyerekek ilyen táborban, és Ausztriában is ott is dolgoztak, és gyakorlatilag nem volt olyan gyerek, aki akár forpakba, akár műanyagba, akár fóliába csomagolt tízolajt hozott, és mindenki osztott a tízolajat meg uzsonnáját. Mindenki ilyen nagyon cuki, ilyen akár személyre szabott, a tetejére, a nevére vagy ráírva, nagyon cuki ilyen elemózsiás dobozokat hoztak, amiket egész évben használnak, föl se merült bennünk. De hát ha már ilyenekről beszélünk, akkor szerintem a legeslegrosszabb őrület a műfű. Tehát ez most ilyen iszonyan divatba kezd jönni, és ma kétségbe esetten láttam, hogy az állatkertbe vittem a gyerekeket, amíg az állatkertbe is hirdetik a műfűt, amikor régen az állatkert úgy volt így a természetvédelemnek így a abszolút ilyen tanító központja. Tehát az ilyen iszonyatosan mennyiségű műanyag szemetet nagyon gyorsan generál, ráadásul nagyon toxikus is a talajnak is, és nekünk is folyamatosan belélegezzük az abból jövő kis műanyag műtyröket. Nyilván nem akarok vészmadár lenni, tudom, hogy Fanny, te nem láttad a Holnap után című filmet. Mi ketten beszéltük, hogy láttuk meg, szerintem érdemes. A nézők közül is sokan, hogy az, amit ott látunk, az mennyire valósulhat meg ténylegesen a közeljövőben? Úgy örülök, hogy erről beszéltél, mert a napokban, vagy az utolsó hetekben folyamatosan nem tudom kizárni azt, hogy folyamatosan az agyamba az jön föl, mert most az óceánok hőmérséklete így körülbelül így, zsücs, így megy, és ilyen abszolút már a térképről lement, vagy akár a jégolvadás is így megy, és akkor tehát így le, és akkor, mint amikor a film emlékszel, amikor így az első bóják ilyen nagyon extrém a hőmérsékleteket mérnek, és akkor azt mondják, ez valami hiba. És az jut mindig eszembe, hogy úristen, nem valami ilyesmi kezdődik el. Olyan szempontból nem reális, hogy nem fog ilyen gyorsan történni, és nem is biztos, hogy az fog történni, hogy iszonyú nagy jegesedés történik, de olyan szempontból nagyon reális, hogy bizony ilyen billenőpontok, amikor hirtelen egy-két ilyen Earth System, tehát ilyen földi rendszer, éghajlati rendszer átbillen egy billenőponton is, és vagy hirtelen, vagy szép lassan már nem tudjuk megállítani, és ilyen nagyon olyan más rendszer egyensúlyba billen át, ami az ember által nagyjából nem élhető tovább, és sajnos minél magasabb hőmérséklet, minden egyes tized fok, az növeli annak a valószínűséget, hogy egy-egy ilyen billenőponton átbillenünk. Hát én nagyon remélem, hogy ez a mi életünkben, sőt még az unokáink életében sem fog bekövetkezni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, sokat tanultunk.